Zéró toleranciát kell hirdetni a családon belüli erőszak minden formája ellen, ezt mondta Hal Melinda, klinikai szakpszichológus. Nem lehet eltűrni semmiféle támadást, sem a verbális bántalmazást, a lelki terort, sem az, hogy valakit bezárjanak, vagy azt, hogy fizikálisan bántsák, tehát megverjék. Annak kapcsán került mindez szóba, Ugye arról beszélgettünk, miket mondott Varga Judit volt igazságügyi miniszter volt házasságáról és exférjéről, Magyar Péterről. Halmelinda volt a vendégem. Vendégem Halmi a Matthias Corvinus Kollégium vezető kutatója, klinikai szakpszichológus. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél -e hozzám. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Most, hogy mi beszélgetünk csütörtök van, előző este, szerda este lehetett a televízióban megnézni azt a Szerintem döbbenetes és sok pillanatban kifejezetten megrázó interjút Vargai Littal, amely berészeteket mond volt házasságáról és ex Magyar Péterről. Gondolom láttad az interjút. Mit szóltál hozzá egyrészt szakmai szemmel, másrészt meg hát nyilván magánemberként is nézted. Nehéz elválasztani most a szerepeket, mind a szakmait, az emberit, anyaként, hogy hogyan reagáltam azért arra, ami itt elhangzott. Minden nap dolgozunk hasonló bántalmazásos esetekkel, és általában ezek az esetek elszigeteltek maradnak. Ezt azért nagyon fontos említeni és, és elmondani, mert az emberek nem is tudják, hogy milyen sok bántalmazás van, mennyire sok erőszak, mennyire sok manipuláció. Olyan manipulációról és olyan erőszakról beszélek, ami hosszú távú és tartós következményeket okoz. Az ember lelkében, vagy akár fizikai megbetegedések formájában fog megérkezni valamikor az élet során. És mivel én ezt tudom, és minden egyes nap küzdünk ellene, és minden egyes nap látjuk, hogy mekkora kihívás egy áldozatnak, egy bántalmazottnak felemelni a telefont, csak hogy segítséget kérjen. Hát még kiállni a nyilvánosság elé, és ezt elmondani akkor az első dolog, ami eszembe jutott, hogy, hogy mennyire tisztelem azt, aki végül is úgy dönt, hogy beszél róla, érzelmesen beszél róla, feltett mindent egy lapra igazából ezzel a, az interjúval. Nem gondolom, hogy védekeznie kellett volna bármilyen szinten is, de mégis kontextusba helyezte azt, hogy hogyan élt, és milyen egy miniszteri szerep. Tehát én azt hiszem, hogy egy rendkívül edukatív tartalmat láttunk a tegnapi napon. Emellett emberileg, meg anyaként pedig hát mélységesen megrendítő, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos, hogy ma ez 2024-ben, akár hazánkban, akár külföldön, de megtörténhet bárkivel. És talán ez az egész történet erre hívja fel a figyelmet, hogy Mindegy, hogy mely ország területén él valaki. Mindegy, hogy milyen etnikumú, nemű, hiszen a férfiakat is éri a bántalmazás. Mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, és még az is mindegy, hogy milyen életkörülmények, életszímonak vagy szerepeket visz, mindenkit érhet bántalmazás, és most már mindenkinek a vörös lámpa kell, hogy felgyulladjon a fejében, hogy mi az a lelki bántalmazás, mi az a lelki terror, és mit okoz, hogyha sokáig benne maradunk. Igen, hiszen ahogy mondod, ugye két részre lehet osztani Amiket a volt igazságügyminiszter mesélt az egyik, az a nagyon hosszú éveken át tartó folyamatos lelki verbális bántalmazás, a megalázás, ugye most olyan részleteket tudtunk meg, amit tényleg hátborzongató, hogy ő buta, ostoba, alkalmatlan, csúnya, tehát ezeket a jelzőket kapta meg folyamatosan, ahogy ő fogalmazott, hogy nem tudott olyat csinálni, hogy jó legyen. Ez megint egy olyan, ami többször visszatért, hogy bárhogy próbálta, hogy, hogy vagy kérdezte, hogy mit kéne tennie, hogy jó legyen. Ez nem sikerült, de ö, a posztokban is már utalt arra, hogy volt egy fizikai rész is azért, tehát ez a bizonyos, amikor könyveket, illetve nadrágot és nadrág szíjat csattal vágott hozzá volt férje, ö, illetve az, hogy bezárta. Most kiderült, hogy nem egyszer zárta be. Kiderült, hogy amikor terhes volt a falhoz, vagy az ajtóhoz, ö, lökte. Ö, kiderült az, hogy egy késsel mászkált a gyerekekkel közös légtérben a lakásukban, amit az ő szülei is láttak, és ő félt, és befeküdt az édesanyja és az édesapök közé az ágyban, mintha egy gyerek akart volna lenni, de hát ezt nem én mondjam. Tehát ezek tényleg olyanok, hogy az embernek a hátán futkos a hideg. Ezt lehet mondani, hogy, hogy azért ez már egyértelműen a fizikai bántalmazás kategóriája. Fizikai bántalmazásra vonatkozóan valóban látunk ebben utalásokat. Én mindig el szoktam mondani, hogy én pszichológusként leginkább a lelki oldalát tudom megítélni. Az, hogy ebből a későbbiekben lesz -e egy jogi procedúra, lesz-e belőle egy per hiszen a bántalmazások, az erőszakos cselekmények, vagy akár a szexuális abúzus témaköre, ezek nem elévülő dolgok. Tehát azért ezt fel lehet göngyölíteni, és még évek múltán is, hogyha valakinek van ehhez lelki ereje, akkor a jog útjára lehet terelni. Bizonyos esetekben akár kell is. Tehát nem, nem tisztem kivizsgálni azt, hogy most itt a tényszerűen vagy a jog szerint ez hogy néz ki, ez a fizikai vagy akár lelki bántalmazás, de szakmailag meg a pszichológiai oldaláról egyértelműen kijelenthetem, hogy ez abúzus. Itt abúzusok sorozatát látjuk. A terrornak mindenféle módozatával. És itt nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a fizikai és a lelki tényezők összefüggnek. Tehát akár egy azon térben és egy azon, egy azon időben jelennek meg. Például láthatjuk azt, amikor a fizikai az a demonstrációja egy lelki terrornak vagy egy, egy bántásnak. Le, láthatunk olyat is, amikor szimbolikákaként jelenik meg. És persze láthatunk teljesen konkrét fizikai ö, bántalmazást. Én azt hiszem, hogy itt mintha mindegyikről szó lenne ebben az ügyben, de azért beszélek mindig ilyenkor feltételes módban, mert nyilván én sem voltam ott, nem vagyok nyomozati szert, tehát nem akarom, hogy valaki félreértse, és inkább a jog területén értse a mondataimat. Azt azonban egyértelműen kijelenthetjük, hogy trauma van. Trauma történt és a traumát kezelni kell. Ez, a, ez az, amiben szakmailag biztosak lehetünk. Ki tudná emelni valamit, hogy szerinted az elhangzottak közül mi az, ami szakmai szemmel fülel a legsúlyosabb, a legnagyobb kárt okozhatta? Sosem szoktam trauma és trauma között különbséget tenni. Mindenkinek a saját gondja a legnagyobb, és tényleg emlékszem minden egyes kliensre, aki valamilyen traumával jött, Külső szemlélettel ez lehet bagatel. Külső szemlélettel mondhatjuk azt, hogy jaj, ugyan, ez csak valami nehéz, nehéz helyzet, de... vagy egy vita. Én például tudok egy magam részéről tudok mondani egy olyan momentumot, ami számomra különösen megrázó volt. Tényleg nehezen tudta nyilván az ember kibírni könnyek nélkül. Két órán keresztül mesélte ezt a borzalmat. De az, amikor arról beszélt, mert ez most jött ki először, hogy valamennyire már a gyerekek is ebben részt vettek, tehát hogy egyrészt tanúi voltak, meg elhangzott az is, hogy a, a legnagyobb fiúval is hasonló módon kezdett bánni. Tehát ugyanígy ez a lelki terrorizálás vagy bántalmazás a gyerek esetében is beindult. És mondjuk az én számomra ez azért döbbenetes, mert azt gondolná az ember, hogy a saját vérével, főleg fiú ránéz magát, látja benne, nem tesz meg valaki ilyet, aki épp lelkű. Nekem kifejezetten megrázó volt az, amikor, eh, amikor valahogyan az hangzott el, hogy, 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 elveszíti az áldozat a személyiségét. Hogy mintha nem tudná, hogy már ki ő. Mint hogyha folyamatosan egy, egy rettegésben kellene élni, hogy ő rossz, hogy ő gonosz, hogy ő hibázik. Ez mind arra utaló jel, amikor a bántalmazó behatol a legmélyebb személyiség struktúrába, az identitás részekbe. És egy idő után az ember azt érzi, hogy nincs már kapaszkodó. És az önértékelésben nagyon erőteljesen behatolnak ezek a mondatok, az, hogyha valaki a másik a csúnya szavakkal illeti, az, hogyha a képességeit Biológiai és, és, és elemi képességeit éri a támadás, vagy hogyha a személyisége egészét. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet vitázni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a viselkedést lehet minősíteni. A gyermeket is úgy neveljük, hogy magát a viselkedésre mondunk dolgokat, hogy azt azért ne csináld, mert megráz az áram, ha belenyúlsz a konnektorba. Persze a viselkedést lehet bizonyos szinten szabályok közé, és, és, és akár a másiknak szólni, hogy hát ez nem a kívánatos viselkedés. De a személyiséget, amikor érinti, maga a minősítő megjegyzés, maga a, a lehordás, az önértékelés, akkor onnantól kezdve az a személyiség akár szét is eshet. És én ezt látom borzasztóan megrázónak, nyilván azért, mert szakemberként számos ilyen szétesést láttam, és nagyon sok olyat is láttam, aki már nem is tudta összerakni, és újra összeragasztani a, a személyiségét. Valójában a bántalmazottak egy idő után nem nagyon tudnak arra válaszolni, hogy kik ők. Ők esetleg valakinek a házastársai, valakinek az anyukája, de nem tud arra már válaszolni, hogy pontosan milyen jegyekkel rendelkezik, mert annyira ilyen szimbiotikus kapcsolat kezd kialakulni egy-egy bántalmazóval. A másik kérdésre, hogy a bántalmazóknak a dinamikája általában milyen? Vannak bizonyos személyiségjegyek, amiket öröklünk a szüleinktől, tehát genetikai, biológiai háttér tényezők. Ilyenből azért sok minden van, de az impulzivitás egy konkrétan ilyen faktor. Az, hogy ki mennyire impulzív. De attól, hogy valaki impulzív, attól nem kell azt hinnünk, hogy ő rögtön bántalmazó lesz, mert van egy másik nagyon fontos személyiségfaktor, ami meg leginkább tanult és akár tréningezhető, ez pedig az önkontroll. És ha az impulzivitást meg tudja találni, hogy Rendben, tudom, hogy kialakult, rendben, dühös vagyok, hamarabb leszek dühös, mint mások, intenzívebben élem ezt meg, de a társadalom elfogadása az, hogy nem élem ki ezt az impulzust, és nem fordulok erőszakkal a másik felé, akkor megfogható még mindig. Tehát egy nagyon komplex személyiség, és általánosságban beszélek, egy nagyon komplex személyiség összefüggést kell látni ahhoz, hogy valaki valóban egy bántalmazást kövessen el. Vagy netán még belátása se legyen sok-sok szóváltás után. Lehet, hogy ott van benne pozitív érzelem is, ami, ami egy darabig ellenpólus, és ellensúlyozza, és bentartja akár az áldozatát ebben a, Ebben a bűvkörben. De egy idő után viszont ö, én azt hiszem, hogy ez el tud hatalmasodni, ez a probléma. Nagyon gyakran narcisztikus ilyen ego funkciókról beszélünk, és itt is szeretném elmondani a nézőknek, hogy én sosem diagnosztizálok, vagy elemzek konkrét embereket így látatlanba. De a, az ego funkció az mindenkiben ott van. És a kérdés az, hogy milyen mértékben uh -huh. lesz jelen. Ez, amit most utoljára mondtál, ez valami többször elmondta az interjúban, hiszen ez folyamatosan egy olyan kérdés, amit mindig visszatért, és szerintem, akik látták az interjút, nagyon-nagyon sok a túlnyomó többségben felmerül ez a kérdés. Miért marad benne egy áldozat éveken át, több mint egy évtizedig akár tegyük hozzá zárójában, most ezt megtudhatta országvilág, hogy többször próbált kitörni. Többször próbálta otthagyni. Magyar Pétert, aki bántotta őt. És a, és itt kapcsolódok ahhoz, amit mondtál, hogy de volt egy olyan pozitív része is a kapcsolatnak, ami miatt ö, visszatért. Ami miatt például megbocsájtott. Ahogy ő fogalmazott, nem akart az lenni, aki nem ad még egy esélyt az, hogy, 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 volt, amikor kifejezetten idillikus, szép volt a kapcsolat, és a remény egyszerűen egy emberben, aki mellesleg szereti azt a másikat, megvan benne, hogy Istenem, hát lehetne az, hogy mindig ilyen legyen? Lehet, hogy csak egy probléma, oldjuk meg, és akkor gyönyörű lesz újra az életünk. És a másik dolog pedig az, amit szerintem megint egy teljesen emberi és érthető dolog, nyilván mindenki szégyelli, hogy ez ő vele megtörtént gondolom ezek így mind ö, tipikusak. Teljesen tipikus az, hogy miért marad benne valaki egy ilyen, olyan, olyan könnyű kívülről ezt a kérdést feltenni, hogy de miért, és, és miért nem úgy, és, és, adjuk a tanácsokat, amivel, hát azt kell, hogy mondjam, hogy tele van a padlás. Tehát a tanácsok ezekben a helyzetekben kifejezetten kontraproduktívak tudnak lenni, mindenkit óva intenék tőle. Ugyanis az egyetlen egy dolog, ami ki fogja mozdítani az áldozatokat, az az, hogyha racionalizáljuk, tehát tudunk abban segíteni nekik, hogy nincsenek egyedül nagyon egyedül és nagyon magányos tevékenység az, amikor benne van valaki egy ilyen kapcsolatban, egy családban, vagy akár egy munkahelyi szituációra is gondolhatunk, borzasztóan magányos, hogyha nem tudja kimondani az adott bántalmazással kapcsolatos érzelmeket, már pedig a bántalmazásnak, a lelki terrornak az egyik rész eleme, és valahol a, a dinamikának a része az, hogy izolálja az áldozatot mindenki mástól. És itt legfőképpen egy érzelmi izolációra gondolok, bár itt egyébként konkrétan is elhangzik a szabadságvesztés. Tehát annyira izolálódni tud egy áldozat, hogy egy idő után már ő maga se gondolja, hogy képes kimenni a lakásból, és elmenni, és elmesélni ezt a történetet. Mert hogy azt gondolja, hogy ő a hibás azért, hogy megtörténnek ezek a bántalmazó mondatok, ő a hibás azért, mert kivált egy agresszív reakciót, vagy sok agresszív reakciót, tehát egy egész sorozatot, és innentől kezdve hogyan lehet erről beszélni? Hogyan lehet erről beszélni, amikor mindenki azt mondja, és egy áldozat általában ezt kapja, hogy lép már ki, há hányszor elmondtuk már, nem fog megváltozni, csak lépj ki, egyszerűen csak hagyd el. De mi van akkor, hogyha nincs hová menni? Mi van akkor, hogyha úgy igazán érzelmileg senki nem áll mellettem, mindenki csak megmondja, hogy szerinte mi lenne a jó, és szerinte hogy kellene élni. Mi van akkor, hogy ott vannak a gyerekek? Mi van akkor, hogyha a másik még zsarol is, vagy, vagy fenyegetőzik, vagy a gyerekekkel fenyegetőzik, vagy, vagy egyáltalán a gyerekeimet féltem annyira, hogy nem akarom, hogy még többet lássanak abból a bántalmazásból, amit én kapok, és megpróbálom őket úgy megvédeni, hogy jelen vagyok. Az áldozatok esetében szinte minden nap találkozunk ezzel a kérdéssel, hogy ott vannak már a gyerekek, a gyerekek már megszülettek, a gyerekek már nevelést szeretnének, és persze szeretetet, és és, és egyfajta kapcsolódást. Családot. Minden. Családot. Mindenféle kötődéssel, tehát én is, ahogyan az interjúban is elhangzik, ez egy nagyon kulcsmondat a számomra. A gyereknek szüksége van az anyjára is, és szüksége van az apjára is. Mi van akkor, hogyha az egyikük bántalmazó, és a másik fél csak úgy tudja legalább valamennyire kontrollálni a helyzetet, hogyha még ott van? Mi történik akkor, amikor ő kilép a házból, és hetekre vagy hónapokra el kell mennie? Hát mennyire aggódik egy szülő olyankor a gyerekéért? És, és hogyan lehet ebből a helyzetből jól kijönni. Ezért tart évekig, vagy akár évtizedekig, vagy akár egy egész életen át az, hogy valaki nem lép ki egy-egy ilyen kapcsolatból. Hozzáteszem, hogy nem volt olyan régen, amikor kulturálisan is sokkal inkább az volt a trend, vagy az elfogadott, hogy valaki benne marad a házasságban bármilyen is. Tehát azért a, a magyar fejekben még mindig benne van ez, és én nem, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, és ezt nem is akarom megítélni. De abban biztos vagyok, hogy ez még ott van. Az, amikor egy áldozat végül mégiscsak kilép, beadja a vállópert, vagy simán elköltözik, vagy esetleg még tudja magával vinni a gyermekeit is, az az ő kudarca is. És nagyon gyakran kudarcként élik meg az áldozatok azt, hogy nem sikerült ezt a házasságot megmenteni, nem sikerült a, az elképzelt, vagy kislányként, kisfiúként felépített, milyen életet fogok én élni, célokat teljesíteni. És hát lássuk be, ez egy válsághelyzet. Ez krízis helyzet mind áldozatnak, mind pedig általában a, a bántalmazónak. Igen, hát a Varga Judit is mondott ilyet, hogy ő egyszerűen szerette volna minden határon túl megvédeni, megóvni azt, hogy neki ez a családja. Üm, érdekes, amit mondasz, mert valóban egy olyan mondatára is emlékszem, talán nem is egyszer hangzott el, azt mondta, hogy itt én esküdtettem. Tehát, hogyha valakinek ez számít valamit, mint ahogy ugye régen azért ez volt, ahogy te is mondod, az általános, hogyha én, én akár egy templomi esküvőn ember Isten előtt azt mondtam, hogy, hogy halálomig jó van, rossz van. Ha ez valakinek valóban jelent valamit, az nyilván még egy nehezítő faktor. De a másik kérdés, ami nagyon érdekes, és felismerült, és ezt magam Varga mondta, hogy ő nagyon sokszor megkérdezte a volt férjétől, Magyar Pétertől, hogyha ő annyira rossz, ha annyira semmire való, ha mindig az, amit ő mond, akkor miért nem cseréli Miért nem hagyja ott ő? Miért nem keres egy olyan nőt, aki, aki jobb nála? És azt mondja, hogy sose kapott erre választ. Tehát innen is fel lehet a kérdést tenni, aki bánt. Az miért marad ebbe benne? Én azt hiszem, hogy nagyon sok esetben itt a birtoklás lesz az a kulcs momentum. Birtokolni és minden áron birtokolni a másikat. Vele már bejártunk egy utat. Egyébként azért sok esetben vannak egzisztenciális motivációk. Tehát mire, mire, kell a másik úgy egyébként. De a birtoklás az, az ilyen kiterjesztett birtoklásról van itt szó. Birtokolni a testet és a lelket. És én ezt látom minden nap a praxisban. Tehát ez, ez annyira nehéz még szakemberként is dolgozni az ilyen jellegű traumákkal a teljes átadással és egy ilyen nem normális szimbiotikus kapcsolat alakul ki a bántalmazó és a bántalmazott között, és már utaltam erre korábban, hogy nem tudja egy idő után az áldozat, és feltételezhetően egyébként a, a bántalmazó sem tudja elkülöníteni, hogy hol vannak az én határai. Tehát hol van az egyikük, és hol van a másikuk, mert ők együtt léteznek ebben a furcsa és nagyon nehéz kapcsolatban, de együtt. És össze, össze szinte összeragasztódnak, minthogyha mint hogyha nem is lehetne őket szétválasztani, és ezt ez leginkább érzelmileg képzeljék el a nézők. Tehát, hogy érzelmileg van egy olyan kötés, olyan bűntudat, olyan szégyenérzet, olyan szorongás, olyan hangulati probléma, ami gyakorlatilag egy blokkot fog eredményezni. És onnantól kezdve nincsen igazán kiút, kivéve, hogyha végre megérkezik az az inger, ami. hát ez ez sajnos nagyon sok esetben maga az, az agresszió intenzitásával függ össze. Tehát, hogy na ezt már nem tűröm el, na ez már túl sok volt, már nem működik a munkám mellette, már nem működik a családi élet mellette, már a gyerekek rovására megy, és egyszer csak jön egy felismerés, hogy hoppá, miben vagyok. De ehhez sok-sok hosszú év, hónap, belátás, lelki erő, önismeret, és persze a másiknak a kiismerése is kell. Tehát én azt gondolom, hogy erre az egyértelmű válasz az, az a birtoklás, a dominancia, a már elért pozíció, a már felépített élet, akár egzisztenciálisan, akár hogy el lehet mondani, hogy van családom. Mm -hmm. Ez ma nagyon sokat számít. És, és akkor ez, ez is tipikus, hogy hmm. kifele meg egy egészen más, gyönyörű képet mutat. Egy jóságos, szerető férj és egy, egy jóságos, szerető apa, egy tökéletes, szép, idilli kép. Ezt a mindenki tudja szerintem, aki, aki most mondjuk egy középkorú felnőtt, hogy annyi szerepünk van, hogy gyakorlatilag ezek a szerepváltások, ezek percről percre megtörténhetnek. Akkor képzeljük el, hogy nem is annyira nehéz egy és két szerep között ingázni. No persze, nagyon más az, hogy melyik a hiteles, és, és hogyan kell ezt bemutatni. Ebben én nem is szeretnék tanácsot adni, de azt gondolom, hogy lehetséges az, hogy teljesen gyökeres ellentéte az egyik Igen, ezt akartam mondani, a hogy itt azért idő. az a furcsa, hogy, hogy itt iszonyú távol van, ennél távolabb nem tud lenni egymástól nyilván a kettő. Még egy picit ott maradva, hogy, hogy vajon Magyar Péter miért nem lépett akkor, ha úgy érezte, hogy a felesége valamilyen szempontból nem megfelelő társ az ő számára. Hát most nem tudom, megint nyilván nem vagyok szakember, meg, meg az egy nagyon-nagyon szélsőséges eset, amikor valakire azt mondják, hogy van egy olyan lelki mentális betegség, hogy már nem beszámítható. Szoktunk ilyenekkel találkozni, de ez nyilván már, amikor bírósági szakasz van, és a szakértő megállapítja. Nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy azért itt nyilván nem erről van szó, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt egy nem beszámítható ember kínzott egy asszonyt. Kívülről ilyen hétköznapian megfogalmazva az nagyon nagy leegyszerűsítés, hogyha azt mondja valaki, hogy ez egyszerűen egy aljasság, ez egy aljas ember. Há, megint csak volt, tehát én, én nem ismerem a, a szereplőket, és, és éppen ezért, meg egyébként se, tehát szakmailag én nem szoktam ítéletet mondani a fölött, hogy, hogy ki hogyan él meg morálisan, meg erkölcsileg. Ez, ez, nem az én tisztem. Én egyértelműen úgy gondolom, és ez már a személyes véleményem, hogy végeredményben majd, majd Isten dönti el, hogy ki hogyan élt. És ő az egyetlen, aki ezt megítélheti. De azért a, és megint általánosságban, elvonatkoztatva a konkrét személyektől. Súlyos irodalma van annak, hogy az emberi gonoszság, az hogyan jelenik meg a hétköznapjainkban, most a pszichénkben, hogyan képeződik le, hogyan érzik az emberek feljogosítva magukat másoknak a kínzására, és ez például uh, ugyanúgy felettes utasítása katonákon is mérték, és ugyanúgy egy rendkívül uh, széles spektrumot látunk, hogy ki meddig tud ebben elmenni. Bármi is a motiváció, és bármi is az indok, a bántalmazásra nincs mentség. Nem lesz mentség a felettes utasítása, és nem lesz mentség a szorongásom, és nem lesz mentség egyéb mentális zavarom, hogyha egyáltalán fennáll, és nem lesz mentség az, hogy abban a helyzetben úgy értékeltem jónak, mert majd a másik megtanulja. Tehát nincs mentség az erőszakra, és éppen ezért szoktam azt mondani, hogy zéró toleranciát hirdetünk a bántalmazással szemben. Ugyanis, hogyha ha bármilyen kiskaput engedünk a bántalmazás motivációinak, mondjuk kiskaput engedünk abban, hogy hát aki nagyon frusztrált és nagyon szorong, és csak egy kicsit üti meg a másikat, az, az úgy teljesen rendben van, akkor onnantól kezdve elszabadul a pokol. És, azt fogjuk látni, hogy a társadalomban példaképnek tekintik azt, aki hát úgy, nem nagyon, de azért kicsit megverte a másikat. És ugyanez a lelki terrorral kapcsolatban ugye még kevésbé megfogható kategóriáról beszélünk. Nem megengedhető éppen, ezért mondjuk azt, hogy szersőségesek vagyunk ebben a kérdésben. Én biztosan, és azt gondolom, hogy a kollégák is, bárki, aki dolgozott és nézett már bántalmazott embernek a szemébe, az csak egyetlen egy dolgot tud mondani, hogy nincs mentség a bántalmazásra, be kell fejezni ezt a bántalmazó tevékenységet, akkor fog jól járni egyébként a bántalmazó is, és akkor fog a legjobban járni az áldozat is. Tehát ezt kellene valahogyan felfogni és a belátás mezejébe behelyezni. Igen, ugyanakkor viszont hát most ugye nyilván egy konkrét esetről beszélünk, de hát nem látni hol a vége. Tehát az is kiderült most, Varga Vít már a posztjában is leírta, hogy a vállás után is folytatódott a zsarolás, meg a fenyegetés. Ö, hogy lehet ezeket az emberektől megszabadulni? Ha ő nem akar megszabadulni az áldozatától, ha ő, ahogy mondott, továbbra is birtokolni akarja, és ott a három gyerek, tehát nagyon könnyű a házastársat rajtuk keresztül fogni. Ez úton is elnézést kérek azért a mosolyért, amit nekem is megjelent az arcomon, mert, mert hirtelen azt kellett volna mondanom, hogy, hogy nem tudom. De azért eszembe jutott egy pár dolog, és, és azt szeretnék ezzel reménnyel kecsöktetni mindenkit, hogy azért mégiscsak vannak technikák. Először is az érzelmi zárás, az egy nagyon fontos dolog. Az, amit itt látunk, és szerintem példaértékű, hogy először is érzelmileg kell zárni az egész kapcsolatot, azt a, az emlékekkel, a, a jó dolgokkal együtt valahogyan egy veszteségfeldolgozást kell megtennie. Én azt hiszem mindenkinek, hogy ha el akar engedni valakit. Ez mindig igaz, akkor is, hogyha nem volt bántalmazó a kapcsolat, de valamiért véget ért, ekkor is egy veszteségfeldolgozáson kell keresztül menni. Ne felejtsük el, hogy a veszteségfeldolgozás nélkül nem lesz megfelelő az érzelmi zárás, vagy nagyon hosszadalmas ideig fog tartani, és ott mindig lesz kiskapu visszajönni. Uh -huh. Ez azért nagyon fontos, mert az áldozatok igen sokszor esnek abba a hibába, hogy ide-oda, sevelet-se nélküled kapcsolatba belemennek, és vissza-vissza tér maga az agresszor, vagy maga a bántalmazó. Újabb esélyek, hát látunk erre ebben az ügyben is példát, de láttam én már ennél sokkal hosszabban elhúzódó oda-vissza játszmákat uh -huh. és, és játékokat. Uh, nagyon sokat, sokan és sokat beszélnek uh, a motivációkról. Uh, arról, hogy vajon mi motiválhatta, miért tehette ezt meg Magyar Péter ezzel a családdal. Felesége Varga tegnap azt mondta, hogy szerinte egyszerűen bosszút akart rajta tehát például ez a hangfelvétel nyilvánosságra hozás is egy ennek volt az eszköze, hogy bosszút álljon rajta, amiért, ahogy te mondtad, ő hozott egy döntést, hogy leválik, lezárja, és szabadon akar élni, új éle, újra akarja kezdeni az életét, már kívül ezen a bántalmazó kapcsolaton. De nem akarja elengedni is, hogy ez is ennek a, a, az eszköze volt, hogy ezt nyilvánosságra hozta. Volt egy nagyon érdekes mondat, amit leírt egyébként, ezt, ma, ezt Magyar Péter írta le, azt hiszem, nem egy olyan típusú ember vagyok, aki akár barátai, akár a feleség, akár idegenek beszélgetését rögzíti. Na de hát megtette. A típustanok az inkább az én reszortom szokott lenni, nem a bántalmazóknak a, vagy feltételezett bántalmazóknak a privilégiuma, hogy ezt meghatározzák. Szerintem azért a viselkedés, a magatartás az nagy mértékben meghatározza, hogy ki milyen típusú ember. És ezt így, csak így itt hagyom a nézők számára, az biztos, hogy sokféle motiváció lehet, és én nem szeretném tényleg a, a leg leginkább az embernek a mélységeibe belemenni motiváció szinten, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan mik voltak a motivációk. De az, hogy, hogy valaki nem gondolt bele a következményeibe egy ilyen bántalmazás sorozatnak, annak, hogy lehet, hogy tényleg jobb lett volna sokkal hamarabb lezárni ezt a kapcsolatot, hogy már meg se történhessen az, ami megtörtént a vége felé, vagy, vagy folyamatában, az inkább szerintem az iszonyatosan terhelő. Hogy nem is engedte ki lépni a volt feleségét, hogy nem is engedte azt, hogy, hogy, hogy igazi segítséget kérjen. Hogy egy idő után már azt se, legalábbis ez áttételesen, de nekem az az érzésem, hogy egy idő után már nem is nagyon lehetett beszélni arról, hogy mi zajlik otthon, vagy hogy milyen körülmények között él valaki és három gyerek. Tehát az, hogy valaki ebben nem gondolt bele, az, az szerintem egy, egy még borzasztóbb dolog, és, és valahol a felelősség és a szülői felelősség a házastársi felelősségnek a kérdése, a mentálhigiénének a kérdése is, és, és hát nyilvánvalóan vannak ennek jogi vonzatai is. Tehát hol volt a felelősség akkor, amikor felnőtt emberként az ember nem gondolt bele a következményeibe, például abba, hogy a lelki trauma az még nehezebben kezelhető, mint a fizikai, és a fizikai sem megengedett, meg a lelki sem. És hogy mi lesz a gyerekeimmel, vagy mi lesz a családommal? És mi lesz azzal a másik emberi lénnyel? Itt nagyon sokszor bántalmazó kapcsolatok esetén én azt látom, hogy az érzelmi intelligenciával van probléma, az empátiával egyértelműen, mert ez adna lehetőséget arra, hogy a másik világába belehelyezkedjek. Az empátia azt jelenti, hogy át tudom élni a másik érzelmi világát, az együttérzés pedig azt, hogy reagálni is tudok arra, hogy a másik éppen mit él át. De az, hogyha nincsen ott, tehát hogyha nincsen empátiám, akkor egyetlen egy dolgot fogok gondolni, azt, amit én gondolok, és amit én érzek, és amit én aktuálisan érzek és nem vagyok képes akkor egy másiknak a, az emberi helyzetébe és érzelmi világába helyezkedni. Ez egocentrizmus, vagy ez a narcisztikusság, amit Vargédi többször is szóba hozott? Az empátiátlanság az több pszichopatológiának a része. Én most itt még egyszer azt mondom, hogy nem mentális zavarokról beszélünk, mm. hanem hanem olyan társadalmi problémákról, amit egyébként többek között a digitális tér hozott, amit többek között az emberi kapcsolatok hiányossága okoz, a beszélgetésnek a hiányossága, a kötődés hiánya. Az elemi kötődés valamikor perinatális korban kezd el kialakulni az anya hogyan tükröz a babának, nagyon, nagyon egy, egyértelmű és nagyon korai dolgokról is beszélünk ebben a kérdésben, tehát nem lehet leegyszerűsíteni, de mégis azt gondolom, hogy valahol a, az egoizmusnak a kérdésköre, valahol a narcisztikus működésmódnak a kérdésköre, Ezeken a tengelyeken mindenki elhelyezhető. A kérdés az lesz, hogy a felsőbb végpont felé, vagy az alsó végpont felé, vagy éppen középen meg tudja találni a lelki egészséget, és a békét, és a stabilitást. Amikor nincs empátia, akkor, akkor én azt látom, hogy a fejlődési lehetőségek beszűkülnek. És az áldozatokban még mindig ott van a remény, hogy na majd most, na majd most, na majd most változik a helyzet, de nem fog, mert nem tud. Mert az érzelem, ha nincs ott, akkor, akkor azzal nem lehet mit kezdeni. És nagyon-nagyon nehéz, a, és ugye kizárólag a kognitív és viselkedés terápia az, ami esetleg segítségére lehet ilyenkor a. Ha a klienseknek, ha van belátás. Igen, ugye tegnap van, ebben becsi. az interjúban valami Jövít utalta arra, hogy a férjekért valamilyen segítséget, de nyilván személyiségi jogok miatt ez szenzitív adat, ezért ezt nem részleteztem, miről van szó. Erre való utalás volt, hogy mintha de olyan szempontból, hogy aztán végül is a házasság tönkrement és, és elvált, tehát ö, azt nem lehet mondani, hogy ebből a szempontból ez sikeres lett volna. Viszont, amit mondasz a és ez nyilván egy korábbi időszakra vonatkozik, mert ez is elhangzott, hogy Varga itt nagyon sokszor próbált vele beszélni, de mindig elhárította. Tehát, hogy nem volt hajlandó ö, ezt egyszerűen megbeszélni, vagy akár arra választani, hogy ő, mármint Varga Judit, ha beta hibás, akkor mit csináljon más, hogy ez neki jó legyen. Tehát, hogy az egyik oldalról volt kezdeményezés a kommunikációra, a másik oldalról meg elutasítást kapott. Nem tudom, hogy közöttük ez hogyan zajlott pontosan. Tényleg tapasztalati úton tudom azt mondani, hogy az áldozatok nagyon sokszor próbálkoznak, sőt, egyébként mi is tudunk olyan technikákat tanítani, ami még inkább hatékony lehet abban, hogy jelezzük a problémát. Jelezzük azt, hogy most éppen egy bántalmazás történik. Nagyon egyszerű. Jelezzük azt, és verbálisan, és akár nonverbálisan valahogyan fejezzük ki, hogy éppen milyen érzelmet él át az áldozat. Nem mindegy, és ilyenkor az áldozatokat is arra kérjük, hogy a lehető legpontosabban próbálják megfogalmazni az adott érzelmet. Tehát, hogyha a dühöt élnek át, akkor dühöt mondjanak, hogyha szomorúságot, akkor szomorúságot mondjanak, mert nem tudjuk, hogy a másik fél milyen uh, fejlettségi, érettségi szinten van, vagy szocializációs szinten, például a, az érzelmi intelligencia és az empátia területén, és így együtt is edukálódhatunk, tehát ennek azért lehet nagyon sok pozitív hatása. Sajnálatos, hogy ebben az esetben nem éppen ezt a pozitív hatást láttuk, legalábbis az egyik fél elmondásából. Igen. Volt egyébként egy interjúban, te azt mondtad, hogy ami még egy pillanatra visszatérve itt a felhangfelvétel nyilvánosságra hozza Ez fontos egyébként egy más szempontból is. De hogy itt ugye Magyar Péter azzal igaz, azt mondta, hogy, hogy ő ezt azért készítette ezt a felvételt, hogy megvédje a családját, majd utána, amikor már ez nyilvánvalóvá vált, hogy nincs mitől, tehát még ha el is fogadom, de ugye közben a, a, feleségének megszűntek a nyilvánosság felé a pozíciói, tehát lépett és ott hagyta a politikai porondot, attól kezdve meg már azt mondta, hogy jó, jó, hát a feleségét már nem tudja megvédeni, nincs mitől tulajdonképpen, de most akkor meg nem tudom, a hazafiasság, vagy a hazaszeretet, vagy ilyesmi az, ami... Egy, én egy kicsit egyébként úgy éreztem, hogy általában ezt az emberek azért elítélik, hogy valaki a saját feleségével kész beszélget, és ezt ezt nem csak, hogy felveszi, de még nyilvánosság is hozza. Én ebben már éreztem egy kis védekezést is, vagy nem is kicsit, de azt ugye jól érzem, hogy a szakmai szemmel sem túlságosan hihető ez a mentegetőzés. Nehezen tudok elképzelni az élet bármely területén olyan bizalmi kapcsolati beszélgetést, ahol helye lenne felvett tartalmaknak. Legyen az videó, hang, nem tudom, bármi, mert hogy éppen a bizalmat fogja rombolni. És éppen azt a. Tehát én magam olyan értékrend szerint élek, hogy a bizalom, a személyes kapcsolat az sokkal fontosabb, mint valamiféle más dolog, mint mondjuk egy politikai ambíció, vagy valaminek az elérése, vagy vagy nem tudom, és itt megint általánosságban tudok fogalmazni ilyen praxis-tapasztalati úton, hogy, hogy mi miatt vesznek fel egyáltalán, vagy vehetnek fel egyáltalán ilyen dolgot, azt kijelenthetem, hogy nincs olyan bizalmi kapcsolat, és nincs olyan személyes-emberi kapcsolat, amiben ennek tere van. Lehet, hogy van tere valami munkahelyi dologban, vagy bizonyos keretrendszerben, vagy akár nyomozatokat tud segíteni. De ez, ez mind egy másik terület. De hogy személyes és bizalmi kapcsolatban ez megjelenjen, azt, azt, azt nem, nem látok semmiféle pozitívumát. Így a védelem sem hiszem, hogy ott volt a háttérben. Amit még nagyon sokan, mint kérdést, témát megfogalmaznak ezzel az ügyel kapcsolatosan, az az, hogy Úristen ki gondolná, hogy ilyen kapcsolatban élhet, ilyen támadások érhetnek egy olyan nőt, Varga Judit, aki annyira magas társadalmi csoportba tartozik, most szándékosan, tehát nem gazdasági, hanem, hanem Valóban, akár a, a szocializációt, akár a, a végzett munkát tekintve, lehet mondani, hogy a legfelső réteghez tartozik. Nem tudom, én nekem az jutott át a fejemen, hogy azért, azért egy ilyen nőt, lehetne férfi is, de most ugye egy nőről beszélünk, nyilván minden pillanatban sokkal több tekintett tapad rá, mint egy átlag emberre, úgymond. Tehát én úgy arra gondoltam közben, hogy lehet, hogy ez is egy nehezítő tényező valakinek, hogy, hogy, most a személyes szégyenen kívül, meg hogy senki sem szeretné, hogy ilyesmi kiderüljön róla nyilvánvalóan. Teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy melyik társadalmi csoporthoz tartozik, és mi a munkája éppen. De hát akire minden pillanatban a közfigyelem maximuma fókuszálódik, annak szerintem talán még nehezebb meghozni azt a döntést, hogy akkor most rólam derüljön ki, hogy valójában, ahogy elmondta a magánéletem egy pokol. A szerepelvárások azok nagyon nagy mértékben változnak, ugye társadalmi státusz, hogy konkrétan mi a munka, milyen a szerep, van-e valakinek gyermeke, vagy nincsen. Tehát nagyon-nagyon nem lehet megmondani, hogy pontosan mi várható el szerintem magánéleti szinten egy, egy kiemelt szemétől. Most ez igaz a politikára is, de igaz lehet a celebek világára, igaz lehet teljesítményhelyzetekre, vagy tudományos életszereplőire. Tehát sok kiemelt szereplőt tudnánk mondani, aki így él vagy úgy él és így is jó, meg úgy is jó. De hogyha már egy áldozatnak a lelki világát nézzük, aki egyszer az egyik szerepben van, a következőben meg egy másikban. Ebben lehetnek szerepkonfliktusok. És ezeket a szerep konfliktusokat minden erejével valaki megpróbálja összehangolni. Ugyanúgy, ahogy mindenki tud vele azonosulni, hogy a hétköznapokban milyen nehéz egyszerre a magánélet és a karrier, vagy a magánélet és a munka egyensúlyát megteremteni a legapróbb kérdésekben. Akkor képzeljük el, hogy milyen nehéz akkor, amikor minden pillanatban ott van minimum egy kamera, minden pillanatban akár tömegek vannak jelen, beszédet kell mondani, bele kell helyezkedni a szerebbe, át kell szellemülni, a következő pillanatban vissza kell menni egy másik szerebbe. Én azt gondolom összességében, és is, uh, ismerve a korábbi miniszterasszony munkáját, uh, és, és látva azt, hogy ő nap mint nap mekkora küzdelmeket folytatott, túl azon, hogy mi zajlott otthon, hogy bravúr ezt a teljesítményt lehozni ilyen uh, mentális nyomás mellett. Tehát azt szerintem mindenképpen is, és, és inkább talán arról kell beszélnünk, hogy ez a követendő példa, hogy megküzdési stratégiánk legyen, hogy így vagy úgy, de, de, de valahogy egyben tartsuk magunkat. Hogy, hogy képesek legyünk egyszer csak, megérkezzen az a döntés, hogy hogyan kell véget vetni annak a pokolnak, ami ott van. És bár ez ilyen farahány borsónak tűnik, de nincs miért szégyenkezni egy áldozatnak annak van szégyenkezni valója, aki megteszi az erőszaknak a folyamatát, meg aki fenntartja. Minden esetre én így is úgy is megértem a szégyent, a magányt, a reménytelenséget, ami ilyenkor van a, az áldozatok fejében, és éppen ezért mondom, hogy jöjjenek el a szakemberhez, forduljanak hozzánk. Sajnos az áldozathibáztatás már be is indult és elég, elég csúnya dolgokat lehet olvasni, és főleg az, amikor név nélkül, amikor pszichológus mondja azt, hogy ő elítéli azt, amikor valaki a megtörtént borzalmakat propaganda célból használja fel, stb. ismered ezeket nyilván te is tökéletesen. Hát ez nagyon szomorú ez nem csak, hogy szomorú, de ez most megint vissza kell utalnom arra, hogy a lelki egészség nemzet stratégiai kérdés. Tehát én azt hiszem, hogy annál kevesebb ilyen áldozathibáztatás fog megtörténni, minél inkább tudjuk a lelki egészséget stabilizálni, és annál kevesebb bántalmazás fog történni. Tehát ezért kell a lelki foglalkoznunk, ezért kell embereket, gyerekeket és fiatalokat egyaránt stabilizálnunk, és hogy, hogy, arra stabil megküzdése képülhessenek. Mindenkinek felhívnám a figyelmét arra, hogy az, hogyha valaki röhögő fejet tesz egy, egy áldozatnak a posztja alá, teljesen mindegy, hogy objektíven mi történt, de az áldozat hibáztatás. Még akkor is, ha most még ebben a pillanatban nem peres úton, és nem bíróság mondta ki a végét ennek a bántalmazási történetnek akkor sem teszünk röhögő fejet. Tehát, mert nem tudhatjuk. És, és az áldozathibáztatás az újra traumatizálhat bárkit, és destabilizálhatja a személyiséget, és mentális zavarokat alakíthat ki, és visszalökheti az áldozatot a poklába. Abba a helyzetbe, amiből ki akar szabadulni. Minden esetben ez lehet egy segítségkérési folyamat is. Tehát megjelenik egy ilyen poszt, egy kép, egy arra utaló mondat, hogy bántalmazás történik. Ne bagatelizáljuk el. Ez az úgynevezett cry for help. Hogyan, hogyan tud valaki segítséget kérni, hogyha 24 órában egy, egy bántalmazó ott van mellette? Van nemzetközi kézjel. Mindenki tanulja meg, hogy mi ez a nemzetközi kézjel. És akkor szavak nélkül is ki lehet fejezni. Leírás nélkül, hangfelvétel nélkül nem fog történni róla, hiszen csak mutogat a, az áldozat. És nézhet ki bármilyen jól, és lehet bármilyen drága ruhában, megtörténhet a bántalmazás, és erre gondoljunk. És azért azt is hozzá kell tennem, hogy számomra felháborít, hogy van egy ilyen ügy objektíven, én sose dolgozom az objektummal, én mindig a szubjektív élményvilággal kell, hogy dolgozzak. És másoknak is egy kicsit ezt javaslom, mert mert azt látom, hogy egy, egy, ilyen ügy kapcsán, ahol azt gondolnánk, hogy egyetemes emberi értékek vannak, és az életvédelem ezen értékek legtetején áll is, és a hierarchia csúcsán, még itt is egy cyberbullying, egy online bántalmazó folyamat indul el az ügy kapcsán. Ez nem megengedhető. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy önismeret és uh -huh. önkontroll. Ugyanazok, amiket eddig is mondtunk, illetve a társadalmi szintű problémákat próbáljuk kezelni. Igen, és hát ahogy így mondod, valóban is most jutott ez így eszembe, hogy aztán ugye a rögő fejeken meg még Magyar Péter gúnyolódott egyet. Hát nem is tudok erre szavakat találni. Nem tudom, hogy mennyi... Mondtad már, hogy te nem diagnosztizálsz, de azért érdekelne, amennyit elmondhatsz a véleményedet, hogy milyen embernek gondolod Magyar Pétert a, azok után, amiket mostanáig az ő viselkedéséről megtudtál. Az empátiának ö, ö, egy ilyen nagyon érdekes formája van jelen legfeljebb a, az ő elméjében, és ez, ez egy fontos dolog. Tehát az, amit én látok, például, hogy előre menekül, egy esetben én, én ezt még a mai napig nem tudom hova tenni magamban, hiszen az, hogy egy volt igazságügy miniszter kirak egy videót, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy négy héttel ezelőtt én osztottam meg azt a videót, és egyáltalán nem akartam utalni semmire, csak egyszerűen kiraktam, mert egy nagyon jól sikerült. Ö, Jól megmutatja, hogy mit élnek át bántalmazottak, és hogy hogyan robban ki végül is az ügy, és, és, és hogyan van elég ebből, a, vagy hogy hogyan elég ebből a helyzetből. Tehát euh, én azt hiszem, hogy az, hogy egy volt miniszter, aki az áldozatsegítő központok ügyét felkarolta, és rendkívül sokat tett a magyar áldozatsegítésért, kirak egy ilyen videót, én arra nem értettem, hogy miért kell eleve úgy reagálni, hogy majd bántalmazónak fognak hívni. Tehát euh, én, én ott már elvesztettem a fonalat egy kicsit, hogy most mi zajlik. Ezért nem értem, és ilyen sok-sok kettősség van bennem ebben a kérdésben, azt azért. Én úgy gondolom, hogy nem a családja védelmében történnek bántalmazó helyzetek, de még ha abban történne is, akkor se lenne mentség. Mm. Tehát én igazából ezt tudom megfogalmazni, egy, 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 igen egoisztikus működést látunk, önző működés. A, egy pszichológus számára az ilyen jelek és történetek, hát most, most fogadjuk el azt, hogy hogy, 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 ez igaz. Tehát az, hogy, 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 hogy ö, azt akarta, hogy minél több lájkot kapjon a családi fotókra, egy ilyen lájkvadász magatartás, hogy kikényszerítette, hogy mindig fotózkodjanak a gyerekekkel, mert azzal lehet a legtöbb lájkot kapni, vagy akár az, hogy, hogy azt sírelmezte, hogy mondjuk egy díszvacsorán nem őt ültetik a főhelyre az osztrák nagykövet mellé, mert nem ő a miniszter, hanem a feleség. Ezek mit árulnak el egy emberről? Hát <rogue> azt kell mondjam, hogy ebben az egész ügyben ez a legkevesebb. Tehát én, én úgy látom, hogy ezek a, azok a dolgok, amik emberi hibák, emberi, mulasztások, emberi nehézségek, de hát szeretett volna középpontba kerülni, hogyha ez valóban így történt. De azért ugye itt nagyon sok a szubjektum, tehát még egyszer azért, azért nope. hangsúlyozom. Egyáltalán nem akarom megkérülni, hogy mi hogyan történt. Egyszerűen csak azt mondom, hogy. hogy Próbáljuk meg azért elvonatkoztatni, el, el hogy mi az, ami a súlyosabb rész, és mi az, ami, ami tényleg... Én azt gondolom, hogyha csak ezek a problémák lettek volna jelen, hogy ő szeretett volna a főhelyre ülni az ebédnél, vagy a reprezentatív vacsorán, akkor, akkor nem jutunk ide most, és nem kell a bántalmazásról beszélnünk. Ezek apró emberi hibák, amiket akár lehet korrigálni, lehet alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez, és, és bizonyára a másik félnek sem ez volt a legfőbb Nyilván, ez most nem csak mit viselkedési, hogy mondjam. Tehát az, amit kívülről lehetett látni éppenséggel, láthatták a Varga Judit kollégái, láthatták. Valószínűleg szeretett volna középpontban lenni, vagy magasabb pozícióban látszódni, mint amilyen neki volt. Gondolom, hogy szakmai szempontból egyébként, hogyha te már egy ügyben vizsgálsz valakit, akár mondjuk, hogyha Varga Juditot vizsgálnád, akkor már arra van technikai és mód, hogy eldöntse valaki, hogy, hogy igazat mond-e vagy sem. Ez Természetesen. Módon, mert ugye nagyon fontos, hogy ő ezt írta is, és mondta is, hogy ő pontosan tudja, hogy még a közeli baráta is kételkedhetnek, sőt, kételkednek is, és hogy itt most az van, hogy ő mond feketét, a másik mond fehéret, van két ellentétes állítás, de akkor ezek szerint nem kell itt megállni, mert van arra szakmai módszer, hogy valaki ezt megállapítsa, hogy igaz-e, történt-e bántalmazás. Természetesen. És a bántalmazás tényén túl azt is meg tudja állapítani, hogy ez milyen mértékű, vagy akár bizonyos esetekben, hogy milyen helyzetben történt. Uh -huh. Tehát uh, ilyen szempontból én azt hiszem, hogy igenis rendelkezésre állnak a pszichológiai módszerek. Persze sosem árt ezekben is a fejlődés és a fejlesztés, de az igazságügyi szakértésen nem nagyon lehet uh, Mást állítani, mint ami valóban történt, amellett, hogy ott is benne van a szubjektum. Tehát az is ki fog derülni, hogyha valaki tudattalanul követett el bántalmazást. Meg az is ki fog derülni, hogyha valaki nem is tudom, nagyobbnak látott egyes esetet eseteket, mint ahogyan megtörtént, de attól még okozhatott traumát. Tehát itt megint csak külön kell választani ugye az igaz, nem igaz, objektív, szubjektív jog és a pszichológiának a kérdéseit, de vannak módszerek, jó módszerek, és, és valóban meg lehet állapítani. Még egy utolsó kérdés, ez nagyon-nagyon fontos. Varga Judit írta is a posztjában, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy a terjedelem miatt nem mondott el minden történetet, és tegnap is volt olyan mondata, főleg akkor, amikor egyébként a fizikális bántalmazásról kérdezték őt, akkor volt olyan mondata, hogy nem teregetek azért ki minden szennyest. Ö, nem azt akarom, hogy jósolj, de mi volt az érzésed szakemberként, meg szubjektíven is, hogy lehet-e mögött még több, mint amit hallottunk? Bizonyára lehet már csak az idői korlát miatt is, és a, hogyha jól tudom, akkor 16 évnek a történései voltak belesűrítve kettő órába, vagy másfél órába. Így is egy, egy igen megterhelő és jó hosszú interjú volt. Én, én nem hiszem, hogy több várható egy áldozattól, de azt gondolom, hogy van ott még, amiről lehetett volna beszélni, kell is beszélni, lehet, hogy ennek már nem interjú és nyilvánosság lesz a terepe, de mindenképpen arra buzdítom a, a feleket, és többek között a gyermekek érdekében is, hogy szaksegítségbe menjenek, fel kell dolgozni, nagyon hosszú időről beszélgetünk, sok-sok traumáról, sok-sok fájdalomról és nehézségről, és nyugalmat és megnyugvást kívánok nekik a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Én is köszönöm.